Megismered a helységet? Bocsánat, mert csak már másképp. Bizony minden másképp van, mint évtizedekkel ezelőtt. Komoly felújításon esett át a Manó-liget bölcsöde, amely jelenleg Karcagváros legmodernebb gyermeknevelési intézménye. Eddig 3 csoportszobával működtünk a régi épületbe, most már 4 csoportszoba fogja kiszolgálni a gyermekek napközbeni gondozás nevelési helyiségeit, 56 férőhelyesre bővült intézményünk. Intézményünkbe kialakításra került egy sószoba is, az főleg a téli időszakban fog majd nagy fontosságot játszani a gyermekeink életébe. Az ugye, tehát a téli időszakban elég sok felső légúti megbetegedés fordul elő, és ezeknek a kezelésére, illetve a megelőzésére szolgál ez a helyiség. A nosztalgia bejárás során egyik ámulatból a másikba estek az évtizedekkel ezelőtti bölcsődések. Amikor még ők jártak ide, álmodni sem lehetett olyan körülményekről, amelyek most fogadják a gyerekeket, szüleiket, illetve biztosítanak magas szintű ellátást. Nagyon jó, nagyon tép, nagyon helyes. Jó, hogy kicserélték, sokkal jobban megférnek így a gyerekek, meg a munkások is. A konyhában modern berendezések biztosítják az étkezés biztonságát. Évtizedekkel ezelőtt ilyen minőségbiztosítási előírásokról még szó sem lehetett. Mindenkinek nagyon tetszett, tényleg csodálatot láttunk az ide látogatók szemébe. Találkoztam olyan látogatóval, aki ide járt, vagy a gyermekét ide hordta, vagy esetleg nagyszülőként is már ebbe a bölcsödébe járt, és nagyon sok mindenkinek tetszett az retro szoba, igazándiból egy emlékszoba, ahol a régi dolgozóinknak, munkatársainknak állítottunk egy kis emléket, valamint összegyűjtöttünk egy pár fényképet, dokumentumot, és azt állítottuk ki a látogató közönség elé. A szeptembertől kezdődő nevelési évben a Manó-ligetbe járó bölcsődések alig hanem hitetlenkedve, ámulva nézik a retro szoba gyűjteményét. Nagyon nehéz lesz velük elhitetni, hogy szüleik, nagyszüleik idején is működött bölcsődei ellátás, és a kopottas fényképek az akkori kor magas színvonalú körülményeit őrzik.